Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit így vasárnap este. Itt elmehettem mai vendégem, kedves jó barátom, régi barátom, Goltenc. Szervusz! Szervuszok, szervusz Andris! Na, üdvözlök a stúdióban. Elég rég nem láttunk már itt képernyők előtt, meg itt a MAF házatáján. Gyors kérdés így az adás elején, milyen zenével készültél nekünk? Most egy ilyen kellemes, ilyen lándzsos. Deep House, meg ilyen House lándzsos, téma? Deep House, House téma, igen, kicsit már. Be vagy kapcsolva. De ja, remélem be vagyok kapcsolva, és ilyen kellemes kis vasárnap délutáni szuper készülök okay. Most. Oké, okay. Akkor következő egy óra a tied, mivel tovább mennénk, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok a Facebook oldalunkat, és kövessetek be minket az Instagramon. Szóljatok hozzá, hogy milyen az adás, következő egy óra a tied. Csapjuk! Köszi.
If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you away from the world you reject. We'll be right back.
Na szóval, itt vagyunk az adásunk végén. Köszönöm szépen Gualtennek ezt a szuper kis... Hát igen, ez deep volt, kicsit ilyen popul volt, de iszonyat király volt. Nagyon köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget is. Nagyon-nagyon-nagyon felüldülős. Régen te ugye technót toltál, abban az érában inkább technóztunk mi is, meg a csapatban a technó volt a jellemző. Most tök jó, hogy ilyen kicsit a nyárias, így vasárnapi levezetésre így tök ideális kis szettet húztál. Na, hogy kicsit többet megtudjunk rólad, ugye te velünk zenéltél, meg már itt a csapat része vagy már 5 éve, vagy több, nem tudom. Kár, hát, ja, legalább. Valahogy ilyen. Úgy. Most lesz ott, igen. Már nem emlékszem viszont, hogy csináltunk egy interjút, így csak zenéltél a MAF TV-be korábban, de azt hiszem interjú nem volt, nem? Nem volt semmiféle. Na, hát akkor most ezeket a régi jó ismerős arcokat, ezeket most így a saját emberkénket is így bemutatjuk. Kicsit mesélj először magadról, hogyan indult el az a zenei karriered. Mesélj nekünk kérlek a kezdetekről. Fú, hát a kezdetek az nagyon régen volt, még tudod, ilyen 2003 nyarán kezdődött talán itt Drum'n'Bass. A Drum'n'Bass-szel, igen. Aztán ahogy komolyodtunk, felnőttünk, kezdtük kinőni ezt a zenei stílust, illetve nem annyira ezt preferáltuk, és elkezdtünk más zenei stílusok felé is nyitni. Nekem így ebből jött ez a kicsit így a diszkó révén, hogy megnézem ezt a négynegyedet, a techno, ugye, és igen, és eléggé be is jött, és meg is szerettem, amit egy elég húzós ideig, valamint zenékkel is társítottam, és elég húzós ideig zenélek is, meg csinálom és művelem ezt a műfajt. Mesélj nekünk a kezdetekről, hogy indult el az a zene szerelem, hogy te DJ pult mögé állsz, hogy te elkezded zenélni, te zenét is írtál, amikor elkezdtél zenélni is párhuzamosan. Hogy indult ez neked el? Milyen volt elkezdeni, meg hogy kezdődött el ez az egész? Hát ez, hogyha jól visszaemlékszem, úgy volt, hogy ugye láttuk a nagyokat, ahogy zenélnek és hogy szórakoztatnak, és milyen jól érzik magukat ők is szórakoztatás közben, és nekem is szerintem ez tetszett meg így ebben az egészben. Ugye azt aztán így mondták és közölték velem kisebb-nagyobb ilyen ikonok így az éjszakából, hogy saját zene nélkül nem sokra mész, nem sokat ér az ember, ugye az mindenképp kell egy karrier kezdetéhez, vagy hogyha igen, akarsz valamit felépíteni, akkor... És akkor innen jött a zeneírás is, és maga az a zeneírás, hogy indult el, mivel írsz zenét most, mivel írtál annó zenét? FL, vagy nem is, még a Reason-nel kezdtük annó. Aztán átértünk az FL-re, hogy megismertem egy barátomat, aki most jelen pillanatban kiköltözött Londonba, sajnos nem tudunk együtt annyira működni, zenét írni. Ő hozta ezt a diszkó sémát, amivel amilyen zenékkel fel is tudtunk lépni, még Nógrád megyében, annó a TS klubba, a Bencsó Petéknél, meg ilyen hasonló helyeken, környezetekben. Japánból a Lizalin ugye az első albumunkhoz énekelt és szólt hozzá, az elég jól sikeredett ez az LP, ugye azt ki is adtuk, meg is jelent. Igen. És utána hogy zajlott az egész dolog, volt ez a megjelenés, tök jó volt, hogy ilyen produkciókat össze tudtak rakni, de akkor azért, mert hogy itt szétment kicsit a csapat, akkor ez a zenéírós projekt az egy kicsit így megállt, így stagnált? Hát persze, nálam is stagnált, mint mindenkinél, amikor nincsen múzsa, nincsen indítatás, nincsen motiváció, tehát meg ugye az élete, a saját élete az embernek úgy le tudja néha foglalni, meg húzni az embernek a kedvét, meg a mindennapok, hogy nem mindig vagy olyan hatékony zeneírásban, mint kellene. Abszolút, ezt megértem. És akkor inkább nem is ülök rá. Jó. Oké, de mi lesz így a jövővel? Mi a terv? Tehát folytatod ezt a zeneírást, vagy mert most egy kicsit azt látjuk, hogy kicsit így a háttérbe vonultál, meg nyilván volt a Covid is azért eljátszott erre a témára, de hogy mi a cél ezzel az DJ-skedéssel? Van esetleg valamilyen új célod, amit el akarsz érni, akár idén, akár a jövőben, ilyen hosszú távlatban? Persze. Miben gondolkozol most vele? Persze, természetesen, mint mindenkinek, nekem is vannak céljaim, álmaim, közönséget szerezni, vagy előttük szerepelni akár, de amúgy mostanában így a Covid-dal is kapcsolatosan, tehát a Covid ideje alatt eléggé így sikerült így összeszednem kicsit fejbe a dolgokat, erőforrásokat megmozdítani, annak érdekében, hogy akár saját rendezői csapatot alakítsunk, és kisebb-nagyobb rendezvényekkel bővítsük a... Szuper.
Beszéljünk erről a Covidról, hogy neked hogy érintett ez az egész bezártság, több időd jutott zenélni, zenét írni, foglalkoztál ilyennel, vagy egyszerűen csak jó idő volt egy jó nagyot pihenni? Hát úgy indult, hogy igen, egy jó nagy pihenés, tehát igen, munkanélküli lettem, voltam, aztán pedig ahogy összeszedtem magam, ugye beletemetkeztem a munkába, mint mindenki másnak, nekem is szar volt, nem tudom, hogy 10-ből talán másfél ember tudja azt elmondani, hogy de jó volt, meg legyen még, de én nem, nekem szar volt mindenhogy, minden értelemben. Oké. Jó, beszéltünk zeneírásról, beszéltünk Covidról, beszéltünk az új projektről. Még annyit, hogy melyik stílusál hozzád közelebb az ilyen, most ugye lightosabb szettel készültél, meg nekem is mondhat, hogy most egyre jobban kezdesz el így lightosabb ilyen daytime vonal fele nyitni. Ugye beszéltük azt, hogy drum bass-szel kezdted, ugye te is nagyon szereted még mai napig a drum bass-t, mint én is. Nem hallgatom annyit, de hogyha valahol meghallom, akkor szívesen tolok rá egy-két X-et. Kis csikiriki. És... Na, ez most így hogy van, hogy techno, house, dári, mulatos, ez így hogy alakul? Hát, most a mulatos az kamu volt, ugye de... a bakelitet én így abszolút letettem, vagy hát nem abszolút letettem, de most nekem így a szekrényem aljába egy elég jelentős helyet foglal el. És hát én így letettem most a lemezlejátszóra, én örülök annak, hogy el lehet menni mínusz 40-50 kilóval buliba, érted, egy kis táskával, vagy egy bármivel, érted, akár, és nem hagyod el, meg nem kell nagyon vigyázzál, meg húzni azt hazafelé. Most is lemezekről tolom, még a derekam még bírja. Ja, tudom. De hát nem tudom, hogy én is így öregszek, kezdem így zenei stílusba is inkább ezt a könnyebb, lájtosabb dolgokat megszokni, megkedvelni, és tényleg jöjjenek a tetős, hajós bulik, bármi jöhet, ami kell majd. Oké. Zárásképpen annyit még, hogy hol találunk téged meg a online-ban, az interneton, milyen platformokat használsz, hol lehet téged bekövetni, visszahallgatni, akár a zenédet, a saját zenédet, ugye SoundCloud, vagy valami. Természetesen, mint mindenkinek, nekem is van SoundCloudom, ott be tudtok követni a Goten néven, hogyha rákerestek. Ugyanez a Facebookon is van egy ilyen rajongói művész oldal, ami Goten. És ha itt megkerestek, itt a napi szinten tudtok értesülni arról, hogy milyen munkásságot folytatok éppen, mi történik velem, vagy milyen zenei sémába gondolkodok éppen, ami következőnek hallható lesz tőlem. Szuper. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, adj egy pocsit öcsém. Király volt, jó volt ez a kis izé. Én is köszönöm. Dippi-mippi. Én is élveztem a végén, csak kicsit sauna van. De... Hát nyár van, most úgy itt vagyunk a Minimal Art Planet Studio. Azért jobb az idő, mint kint, de hogy igen. Szuper. Na, hát akkor zárásképpen csak annyit mondanék el, hogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Nagyon örültem, hogy te is itt voltál. Egy programajánló, jövő hét vasárnap, Csikiriki, egy új helyen, a Mamut tetőn, és ezen túl minden második héten lesz Csikiriki. Kicsit feldobjuk így a nyarat, mert úgy érezzük, hogy... A szállás. Úgy érezzük, hogy ez a Csikiriki, meg ez a banános mutatvány, ami ma is volt a pavilonnál, ez így nagyon bejön nektek. Ezért úgy döntöttünk, hogy kicsit így fejlesztjük ezt a csikit, kicsit újítunk helyszínben is, létszámban is, és akkor így kicsit így megcsikirikézzük ezt a nyara további részét. Ja, gyertek, úgyhogy mindenkinek kellemes csikirikét. Többi részletet találtajátok a Facebook oldalunkon, meg a többi online platformunkon. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, bekövetni minket az Instagramon, lájkolni a platformainkat. Szóljatok hozzá, hogy hogy tetszett Goathand-nak a szettje. Remélem jó volt. És találkozunk szerdán újra a képernyők előtt, vasárnap pedig MAV TV is lesz, de lesz Csikiriki, Mamut, Työtyö. Na jó, sziasztok! Hello, sziasztok!